2014-20-as időszaknak nagyon ambiciózus tervekkel kezdett hozzá a kormány. Mindenképpen az volt a fő cél, hogy az Európai Uniós támogatások fókuszában a kis- és középvállalkozások fejlesztése legyen. Ennek érdekében a kormány úgy határozott, hogy a fejlesztési forrásoknak több mint 60%-át erre a célra kell fordítani. Ebben az időszakban egy nagyon jelentős Európai Uniós támogatási keret érkezik hazánkba. Több mint 12 000 milliárd forint az, ami rendelkezésünkre áll. Ebbe bele van számítva tulajdonképpen az összes fejlesztési alap, tehát a kohéziós alap, az infrastrukturális alap, illetve a szociális alap, és benne vannak a vidékfejlesztési támogatások is. Több forrásból is táplálkoznak az infokommunikációs fejlesztések. Összességében körülbelül olyan 400 milliárd forint az, ami az összes operatív programból rendelkezéssel. Elsősorban a gazdaságfejlesztési operatív program az, amely támogatja. Itt több mint 260 milliárd forint van. Vannak benne kutatásfejlesztéssel összefüggő projektek, vannak benne kifejezetten infokommunikációs fejlesztések, például sávszélesség fejlesztések, illetve vannak olyan pénzügyi eszközök is, amelynek keretében akár kombinált termékkel vagy hitel konstrukcióval együtt lehet pályázni.